sportrehabilitációs tréner lettem. Üdvözöllek, én Legény Árpád vagyok, fitness és személyedző, illetve most már ugye sportrehabilitációs tréner is. Ez most csak egy kis rövid videó arról, hogy amit szokás ugye YouTube csatornán csinálni, hogy mi történt velem az elmúlt időszakban. Hát ez történt velem, hogy végre sikerült levizsgázni, és most már hivatalosan is ugye sportrehabilitációs tréner lettem. Kaptunk egy nagyon jó kis pólót, tehát látszik is, hogy sportrehabilitációs tréner lettem. Miről szólt ez a dolog már? Attól függ, hogy most mikor nézed ezt a videót, ezt most 2021 márciusában veszem föl. 2020 szeptemberében mi elkezdtük a tanfolyamot, sajnos a vírus miatt nem tudtuk befejezni, és aztán nem tudtunk levizsgázni. Aztán most idén februárban be tudtuk fejezni a tanfolyamot, és le is tudtunk vizsgázni. Miről szólt ez a tanfolyam? Nagyon röviden, azt az 500-600 oldalt nyilván nem fogom most itt elmondani, de az a lényeg, hogy egy nagyon komplex anyagot kaptunk, átfogó ismereteket szereztem, tanultunk anatómiát, élettant, illetve hát edzés elméletet, ez biomechanika volt, de nagyon hasonló dolgok, mint amiket edzés elméletben még a fitness edzőin tanultunk. Személyedzőn is volt még edzés elmélet, szóval különféle teszteket is megnéztünk. Aztán tanultunk állapotfelmérést, komplex mozgásszervi állapotfelmérést, és ezen túl volt egy prevenció modul, ahol egy újfajta, ott már megismerkedtünk egy újfajta szemlélettel, és aztán ezt a rehabilitációban is vittük tovább. A rehabilitációban megtanultuk, átvettük az egyes testeknek az anatómiáját, tehát külön milyen teszteket kell, illetve érdemes csinálni mondjuk egy válnál, egy térnél, egy bokánál, illetve aztán megnéztük, hogy ezt hogyan kell rehabilitálni. És a végén volt az úgynevezett funkcionális fascia tréning, ami meg a szöveti rehabilitációmat, tehát nem egy ilyen csoportos fascia tréning, amit én már egyébként végeztem, hanem ez kifejezetten a rehabilitációra lett kitalálva, tehát hogy azt tanultuk. Tehát röviden ez, tehát nyilván ez nagyon-nagyon sok minden volt. Én most már neked abban tudok segíteni, hogy időzőben bármilyen, de nagyjából bármilyen mozgásszerű problémával tudsz jönni hozzám. Fáj a vállad, derekad, nyakaddal van valami probléma, térded, volt valami szalagszakadásod, nagy Isten, bokát kiment, ahilleszed elszakadt, ilyen csúnya dolgokat mondok, de ugye általában azért a legtöbben azt gondolom, hogy ők is volnak megkeresni, mint a derek a fáj, a hát a fáj, mivel genisztérnél vagyok, ezért speciálisan is tudok neked segíteni, hiszen tanultam az RMPT-t is, a természetes mozgás, mint a tréninget, én ezt egyébként be fogom tenni a rehabilitációba is, pluszban. Ezeket a szemléletet és a gyakorlatokat fogom alkalmazni benne, illetve tanulunk egy nagyon szuper szemléletet, és igazából ez az, amit mindenkinek, hogyha ezt megtanulja, végig csinálja velem együtt, akkor jó eséllyel nem lesznek mozgásszerű problémái, úgy fog tudni sportolni, a sport teljesítménye hatalmasat fog ugrani, és arról nem beszélve, hogy ugye jóval kisebb lesz az esély annak, hogy megsérül. Szóval ennyi igazából a hír, ami nagy hír, és tényleg ez már, hát sajnos ez már régóta húzódott, tehát szeptembertől most egy márciusig nem is az volt nehéz, hogy tanulni kellett, hanem az a bizonytalanság, ami akkor fogunk tudni vizsgázni, hogy lesz ez az egész, de hál' Istennek most volt alkalmunk erre, úgyhogy levizsgáztunk. Utána meg a jó megérdemelt pihenés jön most már. Ide a link, vagy a videó alá be fogom majd linkelni, hogy hogyan tudsz jelentkezni. Most még amikor a videót csinálom, akkor még nincs meg ez a link, hogy hogyan lehet
jelentkezni. Tudsz jönni hozzám ide Budapesten, budapesti előnybe. Ha valaki, hát valaki nem budapesti, akkor, akkor valahogy online meg lehet ezt oldani, nem könnyű, állapotszeremlést én annyira nem szívesen csinálnék online, valamennyire egy videósan meg lehet nézni, de nyilván ha nem vagyok ott, akkor az úgy nem jó, tehát hogy így online azért nem távgyógyítunk. Elsősorban a budapestieknek lesz ez a lehetőség, mivel én Budapesten lakom, tehát ők tudnak jönni hozzám személyesen is. Először mindig lesz egy komplex állapotfelmérés. Nyilván, hogyha egy töréssel jössz hozzám, vagy egy orrokúj problémával, akkor nem fognak szivatni idézőjelbe azzal, hogy most hajolgassál jobbra-balra, meg ilyenek. De miután az akut problémát megszüntettük, bizony mekkor megnézem, hogy hogyan mozogsz, milyen a gerinced állapota, és szépen elkezdjük azt a programot, amivel jó eséllyel ugye el fognak múlni ezek a problémák. Ha valami kis derékfájással jössz, akkor egyből az komplex állapotfelmérés lesz. De mondom, hogyha törött bokával jössz, akkor nem foglak olyan állapotfelmérésnek tudom kitenni, ami nyilván azért jöttél, hogy most az akut problémát megszüntessük. Foglalkozunk azzal is, de miért az akut problémát megszüntettük, azután elkezdjük a teljes testet rendbe hozni, mert nagyon valószínű, hogy lesznek problémák. Jó, úgyhogy igazából ennyi, most ez csak egy ilyen kis rövid hír videó volt, és jelentkezem majd szakmai videókkal továbbra is. Szépen elkezdem azokat kibontani, amiket tanultam, lesznek továbbra is egy kis videók, ilyen kis tippek, tanácsok. És ha eddig még nem iratkoztál fel a csatornámra, akkor mindenképpen tedd meg, nyomd meg a kis csengőt is, és akkor értesítést kapsz a legújabb videókról. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és hát remélem, hogy találkozunk valamikor. Sziasztok!